Hölgyeim és Uraim, kellemes jó estét kívánok mindannyiuknak, munkatársaim nev nevében is köszöntöm Önöket. Mai vendégünk, Ovádi Péter országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is jó estét kívánok a televízió nézőnek. Milyen érzés egy ilyen stúdióba bejönni? Van ennek egy kicsit feszült légköre, vagy egy magánbeszélgetés, azért mindjárt más? Mi, nagyon régóta ismerjük egymást, ezért nem érzem magamat feszélyeztetve, és nagyon örülök minden ilyen meghívásnak, és próbálok is minden ilyen meghívásnak eleget tenni. Köszönjük szépen még egyszer. Két részből áll ez a beszélgetés. Az első egy kicsikét protokolláris, amelyikben megpróbáljuk, vagy megkérjük képviselőgrat, hogy legyen kedves, foglalja össze a mögöttünk álló ciklust, illetve egy kicsit lazább, amelyikben hát kicsit érdekesebb, izgalmasabb kérdéseket is fölteszünk majd a képviselő képviselőornak. Kezdjük akkor tehát azzal, hogy lassan a ciklusnak a végére érünk. Miképpen tudja ezt értékelni? Voltak olyan buktatói, vagy olyan felemelt, emelkedett pillanatai, amelyekre szívesen emlékszik? Nagyon sok ilyen pillanat van, hiszen azért a, a, az elején is elmondtam mindig azt, hogy a, a képviselői munka az egy szolgálat. És azért minden nap tenni kell. Minden nap be kell bizonyítanom azt, hogy érdemes vagyok a, a választópolgároknak a, a bizalmára. És ennek szellemébe próbáltam elkezdeni felépíteni is azt, hogy 2018-ban, amikor amikor megválasztottak a választópolgárok bizalmával, akkor próbáltam ennek szellemébe összeállítani azokat a cselekvési terveket, amiket meg kell tenni a, a négy évbe. És én mindig csapatba gondolkodtam, mindig abba, hogy hogy ne egyéni játék legyen, hanem ez csapatjáték. És talán ezért is kezdtem abba bele, hogy olyan emberekkel vettem magamat körül, akinek elfogadom a tanácsait, és próbáljuk előrébb vinni a térségnek a, a fejlődését. És így, így hívtam életre a Polgármesterek Fórumát, ahol az összes választókörzetemben lévő önkormányzatnak a polgármestere az tagja a Polgármesteri Fórumnak. Itt évente háromszor-négyszer jöttünk össze megvitatni azokat a dolgokat, ahogy, hogy ne csak közigazgatási határokon belül gondolkozzon egy önkormányzat, hanem térségbe is, térségbe hogyan tudunk fejleszteni. És arról tudok tényleg beszámolni, hogy a négy év munkája az nagyon sikeres volt, hiszen a, olyan polgármesterek alkotják a polgármesterek fórumát, illetve az önkormányzatok vezetői, hogy, hogy annyira innovatívak, proaktívak, akik, akik tenni akarnak a településükért, és tudják is, hogy hogyan szeretnének tenni érte, és mindenki Uh, lát, va azt, hogy közös munkával mennyi eredményt tudunk elérni, csapat, csapatba gondolkodott. Így próbáltuk életre hívni a vállalkozók fórumát is, ahol a kis és nagy vállalkozókat külön összehívtam, és őket is próbáltam becsatornázni a döntéshozatalba, hiszen tényleg az a legfontosabb, hogy mindenkinek a szava érjen el a döntéshozóhoz, és én is így tudom becsatornázni egyébként a, a, a kormányzathoz azokat az információkat, ami itt a, a térségünket érinti, úgyhogy nagy kihívásokkal álltunk neki 2018-ban a munkának, és én azt gondolom talán így négy évre visszatekintve, hogy nagyon sok olyan munkát el tudtunk végezni, amit 2018-ban megfogalmaztunk, de természetesen továbbra is ambiciózusak vagyunk, és próbálunk a következő négy évet is már tervezni, és én azt gondolom, hogy hogy olyan fejlesztési lehetőségek van még a térség előtt, amit muszáj kiagnáznunk közösen. Nem volt ismeretlen a munkahelye, hiszen a parlamentben már korábban is bejárt Navracsics a kísérletében, de mint képviselő, amikor először lépett be ebbe a tényleg fantasztikusan szép épületbe, milyen érzések szállták meg? Én azt gondolom, hogy mindenki, aki aki belép a parlamentbe, az az első szó talán a tisztelet és a múltnak a tisztelete. És e, én azt gondolom, hogy e, hogy mindenki nagyon szerencsés az, aki, aki eljut az országházba, hogy én még dolgozhatok is. Én különösen szerencsésnek e, érzem magamat, és minden nap hálát is adok a választópolgároknak is, a jóistennek is, az, hogy én ott e, dolgozhatok. És én azt gondolom, hogy, hogy tényleg ott, e, ott minden megtestesül, hogy ez egy szolgálat, és nap mint nap tenni kell azért, hogy hogy az ember ezt meghálalja ezt a bizalmat. És aki bejön az országházba, azt látja azt is, hogy, hogy Magyarország mennyire egy erős nemzet. És talán itt a, az országház az, ami ezt, ezt, ezt az erősséget mutatja is. És azt gondolom, hogy európai emberként büszkének kell lennünk a magyar nemzetre, és az, hogy Magyarország milyen erős, szuverén nemzet. Volt ennek a képviselői munkának, ennek a ciklusnak egy olyan szakasza, amelyikre nem lehetett előre fölkészülni, ez pedig ugye a Covid, a járvány. éppen ítéli meg, hogy ez politikai, egészségügyi, vagy politikai kötőjel egészségügyi probléma? Inkább visszatérnék most a 2018-ra. Amikor elindultunk, akkor természetesen rengeteget terveztünk. Ugye így volt a Modern Városok programja, ami a Veszprém megyéjúgú városnak a fejlesztési koncepciója volt, és olyan álmokat tudtunk benne megfogalmazni, ami, ami azt gondolom, hogy régóta, tíz év, több mint tíz éve várunk azokra a fejlesztésekre, amiket a Modern Városban meg tudtunk fogalmazni megépült egy egy új tornáz gyakorlunk. Az állatkertben rengeteg új fejlesztés készült el. A csemák Antal Zeneiskolára teljesen megújult belülről. A világszínvonalon. Világszínvonalon. De világszínvonalon lesz a, a szakképzési centrumunk is, hiszen egy olyan mintaprogramot hoztunk uh, el Veszprémbe, ami országosan egyedülálló több tanterem lesz, tanműhelyfejlesztés, a VKZRT-nek a telephelyén egy olyan innováció jön létre, ami az országban egyedülálló, hiszen egy olyan tanműhely jön létre, ahol a mai kor kihívásainak megfelelően tudnak a a tanulók elsajátítani a különböző szakmákat. Én azt gondolom, hogy ezzel is egy iránytűt mutatunk a többi város számára. De az állatvédelmi kompetencia központot is említhetném, amit a napokban. napokban tettük le az alapkövét. Erre majd visszatérünk. De a déli elkerülőt is, hogyha nézzük, akkor az is egy olyan fejlesztés, amire mióta várunk, és a veszprém litéri szakasz már át is tudtuk adni, az Almári csomópont is már megújult, és reményénk szerint folytatódni is fog a. a Déli elkerülőnek a, a fejlesztése, de beszéltünk ugye a 8-as-82-es összekötő szakaszról is, ami 2022-ben meg fog újulni. De nagyon fontosak egyébként Veszprémben azok a kis fejlesztések, játszótéri fejlesztés, kutyafuttatónak a létesítés, ami szebbé, jobbá ö, varázsolja a mikrokörnyezetünket, és ennek tekintetében is ö, vizsgáljuk a 2022-es évet, az, hogy milyen olyan beavatkozásokat tudunk ö, még ö, létrehozni, ami még jobbá, szebbé teszi. A a, a, környezetünket, ezáltal az életminőségünket is javítja. És hogyha a kis településekre nézzünk, ugye ott meg elindult a Magyar Falu Program 2019-ben, ami óriási lökést adott ezeknek a településeknek. A lélekszám majdnem minden kis településen növekedett, új utcákat nyitottunk meg, a köztelőtek megújultak, közösségi telek jöttek létre, az önkormányzati utak, járdák is meg tudtak újulni, az önkormányzati épületek is Ovodákba új ö, óvodákat építettünk, bővítettük a férőhelyeket. ez mind mind olyan intézkedés, amire a vidék már nagyon régóta várt, és nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány a magyar vidékbe látja Magyarországnak az erejét, és ezt nem csak szavakkal mondja hanem tettekkel is, hiszen akár a Modern Városok programja, akár a Magyar Falu program, az teljesen állami finanszírozásból ö, ö, épül meg, és... A kérdésre visszatérve, hogyan éltük meg a COVID-helyzetet? Most már lassan ö, ö, két éve az, hogy itt van velünk a vírus, és igen, a tervezésben ez nem volt benn 2018-ban, hogy lesz egy. Egészségügyi világjárvány, és ami hoz mellett természetesen gazdasági visszaesést is, vagy egy megtorpanást, hiszen az emberek nem tudnak eljárni munkahelyre, vagy karanténba kerülnek, és ezáltal nem tudják a munkájukat végezni. És ezzel nem csak az egészségügynek kellett ezzel a kívással szembenézni, hanem a vállalkozókkal is. És én azt gondolom, hogy talán azért sikerült nekünk jól a védekezés, hiszen folyamatosan kommunikáltunk az emberekkel, kommunikáltunk azt, hogy milyen intézkedéseket kell megtalálni ennünk ahhoz hogy hogy, 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 próbáljuk túlvészelni ezt az időszakot, illetve a vállalkozóknak is akkor, amikor kellett, akkor segítő jobbot nyújtottunk, és próbáltunk ö, ö, nekik segíteni, és nem csak segíteni, hanem azt szoktuk mondani, ha már futball hasonlatot ha hozhatok, hogy a legjobb védekezés a támadás, és ö, ilyenkor kell fejleszteni ezekbe az időkbe, amikor az ember hezitálna, akkor adjunk egy lökést a vállalkozásoknak, és itt rengeteg vállalkozásért ö, élt ezzel Bajrer, a, a Westmont, de a Thyssenkrupptól elkezdve, az most már a Josz meg a Maxon is ezen gondolkodik, mind-mind fejlesztéseket próbál itt megvalósítani a kontinentális, a, a Valeo Siemens is, hogy tényleg azt látom, hogy, hogy a térségbe is előre megyünk, nem hátrafelé, hanem előre próbál mindenki menni, és ez adja ennek a térségnek az erejét, és ezért talán a meg egyes számú választókörzete a legélhetőbb választóközlet és a legszebb választóközlet az egész országban, amire közösen nagyon büszkék lehetünk, hiszen ez egy közös eredménynek a sikere. Ki ne hagyjunk még egy szegmens, ez pedig az idegenforgalom turizmus. Miképpen tudták ezt kezelni? Nagyon fontos területet érintünk, hiszen a Modern Városok programjában megfogalmaztuk azt, hogy a Veszprémi állatkertet azt mindenképpen bővítenünk kell, és olyan attrakciókat kell hozni, ami minél több látogatót vonz. De hát a váris az egyik legcsodálatosabb az országba. Itt az Európa Kulturális Fővárosa Program lehetőséget biztosít ezeknek az épületeknek a megújítására. De a Sédvölgye az egyik legkedveltebb kirándulóhelyén azt gondolom, hogy lehetünk rá büszkék, és ott is a játszóteret is fejlesztjük, futókört is fogunk oda csinálni a sportszerelmesének. Tehát mind-mind olyan fejlesztés és amivel a turizmust is tudjuk előrébb vinni, illetve a helyi lakosságnak is az igényeit ki tudjuk szolgálni. És hogyha térségbe gondolkodunk, akkor természetesen a zeplényi sípáját mindenképp meg kell említeni, ami az egész országból uh, jönnek hozzánk, de a bakony szépsége, jás, és szápár környéke, csetény környéke, dudar környéke, azt gondolom, hogy fantasztikus, de az, az urkuti Öskaszot is, ha említjük, akkor, akkor mindenki ismeri az országba, és ezért is örülök annak egyébként, hogy uh, megfogalmaztak a kis települések is olyan igényeket, amivel a turisztikát uh, tudják uh, erősíteni, és kifejezetten ö, olyan fejlesztéseket eszközölni, amivel a turizmust ö, szolgáljuk nem véletlenül, hogy Veszprém ugye megkereste a Bakonyt, illetve a Balatont is. Így van, hiszen az Európa Kultai és Fővárosa programot is nézzük, akkor azt szoktuk mindig mondani, hogy, és talán a polgármesterek fóruma is, és minden fórum azt mutatja, hogy csak térségben tudunk erősek lenni. És ha válvávált haladunk, akkor sikeresek leszünk a, a, jövőben is, és az Európa Kultai és Fővárosa program is ennek a szellemiségében jött létre, hogy ne egy város induljon, hanem egy térség induljon. Akkor sokkal erősebbek leszünk és bebizonyította azt a, a döntés, hogy jól gondolkodtunk akkor, amikor nem csak egy városban, hanem egy térségfejlesztéséről beszéltünk. És én azt gondolom, ez a térség nagyon nagy büszkeséggel viseli azt a, azt a ránk rót feladatot, hogy 2023-ban mi legyünk Európa kultúra és Fővárosa. Feladatoknál maradva, egy kicsit kifordítok most egy mondást. Aki tud bánni az állatokkal, az emberekkel is tud. Ugye fordítva van egyébként ez a mondás, de úgy érzem, hogy az ön esetében ezt most uh, így fordítva meg lehet magyarázni a kedves nézőknek. Én azt gondolom, hogy az állatvédelem szívügyünk, és uh, én nagyon örültem annak a felkérésnek, amikor 2000. Uh, 20-ba kaptam összejön az azt a felkérést, hogy, hogy lássam az állatvédelmi miniszteri biztosi posztot, és én arra sem úgy tekintettem, mindegy egy poszt, hanem olyan lehetőség, amivel az állatvédelmet előre tudjuk vinni, és ott is azonnal ambiciózus tervet fogalmaztam meg. Azt mondtam miniszterelnök úrnak is, miniszter is, hogy, hogy én azt szeretném, hogy Európa élmezőnyébe tartozzunk öt éven belül állatvédelem területén is. És ehhez tegyünk meg minden olyan szükséges lépést, ami ehhez az odavezető úthoz kell. És a 2021-es év az nagyon mozgalmas volt. Megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, Állatvédelmi Kódex jött létre, Állatvédelmi Központ jött létre, Európának ö, az egyik legszigorúbb állatvédelmi büntető törvénykönyvét fogad el a parlament. Százszázalékos. Éppen ezt akartam kihangsúlyozni, hogy volt már arra példa az elmúlt négy évben, hogy ban megszavaztak valamit? Kevés példa volt rá, de én is a, szerintem a, az ellenzéki képviselőtársaim is látták azt, hogy mennyi energiát fordítunk erre, és tényleg itt is a csapatmunkára hívnám fel figyelmet, hiszen bevontuk a civil szervezeteket, a hatóságot, tehát nem mi akartuk eldönteni azt, hogy milyen változtatásokat hozzunk, hanem mondják meg a civilek, akik a legtöbbet tesznek az állatvédelemben, mondja meg a hatóság, aki látja a, ezeknek a buktatóit, hogy, hogy milyen legyen, és a parlamenti vita is egy nagyon jó kedélyű vita volt, hogyha lehet így uh, mondani, és én is köszönöm tényleg minden képviselőtársamnak azt a támogatást, amit, amit megkaptam, és uh, talán igen egyedi esetként az, hogy a parlament uh, minden tagja elfogadta. Én azt gondolom, hogy ez egy erős felhatalmazás, de egy nagy felelősség, felelősség is, így van. hiszen innentől minden adott arra, hogy hogy tényleg egy európai szinten is elismert állatvédelmet tegyünk le az asztalra, és én azt gondolom, hogy évvégén meg is tettük ezért a szükséges plusz lépéseket, hiszen a kormány határozott arra, hogy másfél milliárd összeget elkülönít állatvédelemre, illetve rengeteg olyan intézkedést fogadtunk el, amivel előrébb tudjuk és új szintre tudjuk emelni az állatvédelmet. És hogyha már Veszprémről beszélhetünk, akkor egy állatvédelmi miniszteri biztosnak fontos az, hogy legyen olyan pilot projekt egyébként, ami, ami az országban megvalósul, és hogyha már megvalósul, akkor már miért a Veszprémben valósulja meg. És tényleg itt a Veszprémi állatkert te közösen, a civil szervezetekkel közösen egy olyan kompetencia központot álmodtunk meg, ami országban egyedülálló, felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra, és az örökbefogadás esélyt is nagyba tudjuk javítani, hiszen egy olyan környezetben lesznek ezek a nehelyi kutyusok, cicusok, ami ahova nagyon jó bemenni, és én azt gondolom, egy igazi közösségi fog ez majd fejlődni, és már előre büszke vagyok rá, mert tényleg ez, a, ez az egy olyan projekt, amire nagyon-nagyon odafigyelünk, hogy a, hogy a leges-legjobb minőségbe és a, a legmagasabb színvonalon készüljön el. Ezt olyan lelkesen mondta, hogy föltételezem, hogy van saját állata, vagy legalább volt saját állata? Van, meg volt is. A Artur Kucsuson most már a 12. évébe fog lassan lépni, de a szerelem az onnantól van, hogy két tacskom volt még mamáméknál, és, és, és imádtam őket és hát természetesen, mivel ma már még töltöttem a, a, nyarakat, ezért a gazdasági haszonállatok ott, ott társállatokként voltak ö, kezelve, és a, először mindig a, a, az állatok kaptak egyébként enni, mert papa azt mondta, hogy az állatoknak kell először enni, aztán majd utána hogy bejöhetünk, aztán mi is kapunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az állatok szeretete talán itt papámtól datálódik. Ennyi a témakörnél még egy mondat erejéig maradva a haszonállatokról, vagy viszonylag kevesebb szó esik, vagy elsikkadtunk egy kicsit fölöttük, vagy valóban ők, ővelük is törődnek? Rengeteget és rengeteg szó is kell, hogy essen róluk, és nagyon én örülök annak, hogyha nem szorítjuk be az állatvédelmet a kutya-macska nyuszi háromszögbe. Mert akkor, akkor nem kifejezett állatvédelemről beszélünk, hiszen gazdasági haszonállatokra is nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk, és az Életük során őket is megilleti az állatjólét, illetve a vadon élő állatoknak a, a, a gondozására is kell e, figyelmet fordítanunk, és azért is örülök annak, hogy most egyre több olyan civil szervezet jön létre, ami nem csak a társállatok felé, hanem kifejezetten a vadon élő állatok mentésére jött létre, ilyen például a Fehér Holló Alapítvány, itt Nemesvámos Veszprém határába, és sok olyan ö, egyesület van, aki kifejezetten a madárvédő egyesület, már győrött már van papagájvédő egyesület. Tehát tényleg azt látom, hogy, hogy mindenki próbál egy kicsit hozzátenni, és itt is akkor leszünk sikeresek, hogyha az egész ország ebbe közösen összefog, és az országjárásom során bármerre mentem, mindenhol azt tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak a vezetők erre, az emberek is, és ebben, abban azért vagyok abban biztos, hogy sikerre fogjuk vinni az állatvédelmet is. Köszönöm a bevezetőben, ugye említettem, hogy nem csak ilyen protokolláris és nagyon komoly témákról fogunk beszélgetni, hanem kicsikét lazább témák is majd sorra kerülnek. Ezeket úgy gyűjtöttem össze, hogy ismerősöket megkérdeztem, barátokat megkérdeztem, hogy mit kérdeznének a képviselő úrtól, úgyhogy jöjjenek akkor most ezek a kérdések. Lássuk. Az egyik az, hogy ki meg, hogy mikor hova megy. Én erre megadom a választ, és akkor hadd vagyok én majd egyet, mindig a titkár vagy a titkárnő. Nekem nagyon jó csapatom van, és a siker az mindig csapatban mérhető, és annak is örülök, hogy fiatalokkal dolgozok együtt, akik nagyon innovatívak, és, és úgy osztják be egyébként a, a napi rendemet, hogy elég sűrű is legyen a, a programunk, és én is köszönet minden munkatársamnak, hiszen hatalmas munkát végeznek a háttérbe, és nagyon sokszor ők azok a, a támaszaim, akik, hogyha, amikor egy kicsit esetleg rosszabb napon van, akkor ők mindig egy-egy biztatással jobbá tudják tenni a napomat, úgyhogy ők állítják össze a programomat, ők próbálják meg prioritási sorrendbe tenni azokat a programokat, amikre elmegyek de amit nagyon fontosnak tartok mindig például az, hogy a fogadórákat azt mindig megtartsuk, hiszen össze is számoltuk, azt hiszem 150 fogadórát tartottam a, a négy év alatt, és a, ami vállalásom volt, hogy Veszprémben minden hónapban, és ez személyes, minden hónapban tartok személyes fogadóórát, illetve a választókörzetem minden településén egy évben legalább egyszer tartok. Én azt gondolom, hogy ez egy jó csapat nélkül, ezek a szervezői munkák biztos, hogy nem lehetnének, és egy képviselő csak akkor lehet sikeres, ha jó a csapata. Akkor most bizonyára megérdemli a kedves titkárnője, hogy így a kamerákon túl áttekintsen és nincsenek egy köszönetet. Mindenképpen, és uh, Gabinak tényleg nagyon sok mindent köszönhetünk, hiszen ő nem is uh, csak a naptáramat intézi, hanem a sajtófőnököm is, és ezáltal jöttünk el a mai megbeszélésig. Igen, is. nekünk is egyeztetni kellett, ez nem volt egy ö, ö, egyszerű dolog. Ö, bizonyos értelemben a fegyelem ebbe a témakörbe tartozik kell ehhez amahoz ahhoz, ahhoz tartani magát. Mennyire érvényes ez a pártfegyelemre? Ez egy kicsit nem is azt mondom most, hanem nehéz téma, mert olykor lehet az embernek eltérő véleménye, eltérő elképzelése. Én azt gondolom, hogy nálunk a Fideszem belül igenis ütköztetjük egyébként a, a, a véleményünket, és erre való egyébként a és amikor megtárgyaljuk egy-egy egy-egy problémát, és nagyon sok olyan dolog van egyébként, amiben a frakció nem értett egyet, és azért már nem is került egyébként se bizottsági szinte, se a parlament elé. Úgyhogy, úgyhogy mi így dolgozunk együtt, és természetesen a, amikor már kialakítja a frakció az álláspontját, akkor már akkor már természetesen mi is tartjuk ahhoz magunkat, de előtte nagyon sok olyan ö, vita van, amiben akár egy törvénynél a módosításokat beletesszük, vagy egyéni módosítókat próbálunk megeszközölni, pont, pont azért, hogy, ö, hogy próbáljunk egy közös álláspontot kialakítani, és itt a Fidesz-KDNP-nél ez nagyon fontos mindig, hogy közös álláspontra jussunk amikor megérkezett ide a stúdióba, a kabátját letette itt az előtérben, megkérdeztem a titkárnőjét, hogy melyik zsebében van az elszénye. Egy kicsit poén a kérdés, de a közelmúltban kellett ugye elkészíteni a vagyonbevallásukat. Tehát azért mégiscsak megkérdezzük, hogy abban az erszényben mi van, és hogy, hogyan került oda. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy, hogy nyilvános adatokról beszélünk, és a honlapról bárki le tudja tölteni a pont. Uh, oldalról, az én... Tehát nem kellemetlen a kérdés? Abszolút nem kellemetlen a kérdés. Én most már nem is tudom, azt hiszem, 10, uh, 12. éve adok be uh, vagyonnyilatkozatot, hiszen mind önkormányzati képviselő is uh, kellett. És azt hiszem, hogy előtte már felügyelő bizottsági tag is voltam 2006-tól, tehát hogyha így nézzük, akkor már lassan uh, 16-17 éve adok be e, vagyonnyilatkozatot, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos, és az átláthatóság az egyik legfontosabb dolog, főleg egy parlamenti e, képviselőnél, úgyhogy én nagyon helyesnek tartom azt, hogy a képviselőknek minden évben meg kell tenni a vagyonnyilatkozatukat, illetve az, hogy milyen gyarapodásuk volt abban az évben. Nos, a következő kérdés a vidékjárásra vonatkozik. Nem néztem meg, hogy mennyire e, Nőtt meg a kilométer óra számláló az autójában, de úgy látom, hogy rengeteget közlekedik. Rengeteget megy, nagyon sok helyre hívják. És euh, nagyon örülök ezeknek a meghívásoknak, és próbálok mindenhol Mindenhol, ahol meghívnak, ott eleget is tenni ezeknek a kéréseknek. Nagyon nehéz. Van olyan ö, ö, nyári nap, hétvége, amikor hat-hét település is ö, együtt tart, vagy falunapot, vagy különböző rendezvény, és az ember nem szeretne tiszteletlen lenni, hogy csak fél óra, egy órát töltött, nagyon nehéz amikor ez logisztikába, de, de, mindig úgy döntök, hogy inkább menjünk el, inkább legyünk ott valamennyit, mert akkor a meghívásnak eleget tudok tenni. Vannak húzós napok, vannak kevésbé húzos napok, de én azt gondolom, hogy, hogy mivel hogy tényleg szolgálatként tekintek erre, és nagyon örülök annak, hogy ilyen jól együtt tudok működni a polgármesterekkel, az önkormányzatoknak, ezért próbálok minden meghívásnak megfelelni. Mindig én vezetek egyébként, tehát ez az a 70-80-90 nem tudom százzel kilométer, amit mehettem azt azt mindig én vezetek, és mindenhova. Én Mi szeret egyébként vezetni? Én szeretek, és főleg, hogyha mondjuk egyedül megyek valahova, akkor, akkor a gondolataim is akkor így rendeződnek. Ez nekem olyan egyébként, mint a sport, a, a futás, hogy azért szeretek futni, mert akkor, akkor egy kicsit próbálom azokat a gondolatokat összegezni, amik, amik mondjuk az elmúlt egy hétben mondjuk értek. És a futás nekem egy ilyen jó kikapcsolódás, amikor nem csak egészségesen próbálok élni és sportolok, hanem egy kicsit rendezem is a, a, a múltamat olyan szempontból, hogy összerakom, hogy, hogy mikor mi történt, és esetleg hogyan tudnám azt jobbá tenni a, a következő héten nem csak egészség, nem csak sport, hanem fogadalom is. Így van. Én szeretem magamat ilyen korlátok közé szorítani, és amikor annak idején a Ironman 70.3-asra készültem, akkor is meg volt egy ilyen tervszerű dolog az életemben. Én nagyon szeretem azt, hogy, és ezért is mondtam azt, hogy nálam az időbeosztás az nagyon fontos, az, hogy, hogy mindent tudjak azt, hogy míg, mikor fog történni. És most én szeretem, hogyha főleg egy kihívás elé nézek, és április 3-ára itt tekintek, hogy egy kihívás, és, és tényleg reményeim szerint újra bizalmat kapok, de magamat is felkészítem erre a, erre a kihívásra, és azt fogadtam meg egyébként január 1-én, hogy április 3-áig semmi alkoholt nem fog fogyasztani. Minden nap legalább 30 percet edzek, és akárhol, tehát Uh, vagy lemegyek edzőterembe, vagy otthon gyorsan uh, megcsinálom a gyakorlatokat, és megpróbálok egészségesen uh, táplálkozni. Mert nagyon nehéz egyébként a, a képviselői munka mellett arra is uh, időt fordítani, és energiát, hogy, hogy az ember még egészségesen is uh, táplálkozzon, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog és uh, itt is nagyon sok segítségem van a munkatársaim részéről az, hogy, uh, hogy uh, itt is azt a segítséget is megkapom, és azt gondolom, hogyha, hogyha ezek így összeállnak, akkor magamat is jobban tudom, és a kívásoknak is talán jobban tudok megfelelni. Uh, Szoktam mondani, hogy épp, tesb, épp lélek, úgyhogy én ennek szellemébe próbálom ezt megtenni. Arról pedig nem is beszélve, hogy nagyon fiatal. És jut erről egy kérdés, egy ismerősöm mondta, hogy kérdezzem meg, hogy nagyon fiatalon került be a parlamentbe, a politikába egyáltalán. A fiatalság okozott-e bármilyen hátrányt? csak idősebb, ha úgy tetszik, nagy tekintélyű emberekkel volt körülvéve, és oda pottyan egy fiatal ember, akinek vannak elképzelései, de kora az ugye nagyon fiatal még. Én azt gondolom, ez inkább előny volt, hiszen uh, mindenki a vitalitás látta uh, bennem, és uh, és fantasztikus összhangok is tudnak kialakulni, és például a pattársam, Vigy László barátom, aki Parlamenti pattársam, parlamenti igen, aki Zalaegerszeg és térségnek a, a képviselője, én úgy tekintek rá, mint a mentorom. Aki, akit amikor megkérdeztem egyébként, hogy neked egyébként mi a munkád, Laci, azt mondta, hogy én parlamenti képviselő vagyok, én minden nap parlamenti képviselő vagyok, és így is akarom élni az életemet, és tényleg ő is minden rendezvényen ott van. Ő már nagyon régóta, azt hiszem most már 20 éve képviselő, de azt mondta, hogy nincs olyan meghívás, aminek ne tenne eleget, és az a vitalitás, ami benne van, azt tényleg én felnézek rá, azt, hogy ennyi idő után is ilyen ambicióval lehet ezt csinálni, és ő azt mondta, ameddig tudja, ő az biztos, mert Szereti ezt, élvezi ezt a munkát, és azt mondta, hogy mindig meg kell találni ennek a szépségét. Biztos, hogy vannak nehéz idők, biztos, hogy vannak olyan mélypontok, amikor az ember azt gondolja, hogy kevesebbet láttam a családomat, ez a holnapi nap is tele van, megint este nyolcig vagyok, megint reggel kezdek, a hétvégese szabad, hogy, hogy egy kicsit nehéz. De, 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 azért az, hogyha egy-egy emberen tudunk segíteni, egy-egy közösségen tudunk segíteni, egy-egy térségen tudunk segíteni, az azért, amikor lefekszünk, és azt gondoljuk, hogy, hogy átértékeljük a napunkat, akkor ez ilyen jó érzéssel tölti az embert. Családot említette, illetve baráti kör, erre kicsit később térek majd vissza, a két kisgyermeknek az atya. Mit tudnak ők az apjukról? Már bocsánat a kicsit furcsán föltett kérdésre. A, otthon mi kerüljük a politikát, tehát ö, ö, teljesen próbáljuk, hiszen én azt szoktam mondani a feleségemnek is, hogy eleget foglalkozok azzal a, a nap más részében kerüljük a politikát. Természetesen a nagyobbik fiam már iskolába jár, ö, és ő talán egy kicsit többet tud arról, hogy hogy mégis hol dolgozok, mit dolgozok, de tényleg próbáljuk. Mi a sportról beszélünk rengeteget, a kisebbik fiam az a formel nagy rajongója, a nagyobbik fiam a futball nagy rajongója. Én mind a kettőn a, a rajongója vagyok, a, a feleségemmel a, az, az a, ilyenkor azt mondja, hogy ez egy a, a téma, hiszen neki azért három férfival kell együtt élnie, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor jó, hogyha azokat az időket, amit a családomatok tudok tölteni, hogyha azt minőségbe a, próbálom megtenni, és hála Isten Budapest és Veszprém között azért nem akkora bejátszhatatlan távolság, és igazából egy óra a mostani közlekedésnek köszönhetően, hogy már a Veszprém litéri szakasz is elkészült. E, igazából négy sávon közlekedünk Budapestig, tehát egy, egy jó óra alatt megvan ez a távolság, és, és ezáltal, ezáltal, is könnyebb egyébként a munkámat végezni. Baráti kör, azáltal, hogy országgyűlési képviselő lett, háttérbe kerültek a -e régi haverok, barátok, vagy tudja azért ápolni a kapcsolatokat? Én azt mondom, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert nagyon sok jó emberrel veszem magamat körül, és, és olyan emberekkel egyébként, akit már 10-20-30 éve is ismerek, és nagyon jó megérni azt, hogy meg lehet, hogy nem beszélünk minden nap, de, de számíthatunk egymásra, és abszolút nem politikai sikon lettek ezek a barátságok, hanem még a a régmúltból jöttek, és, 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 tényleg akár az edzőteremben, akár, akár máshol egy-egy most sörözés nem, de hogyha ha nem a fogadalom van, akkor utána sörözés kapcsán egyáltalán nem jön szóba a, a politika, hanem... Akár lehetnek ellenzékiek is? Abszolút, abszolút lehetnek ellenzékiek. Sokan gondolják azt, hogy mi a parlamentbe kikerüljük egymást, és meg lehet, hogy van ilyen, de én, én szerintem én személy szerint arról tudom beszámolni, hogy egy nagyon sok ellenzéki képviselővel, ha lehet így mondani, jó kapcsolatot ápolok, hiszen amikor bennül az ember a parlamentbe, és mondjuk én sokszor, sokáig vagyok a parlamentbe, hiszen próbálom egy napirend utáni felszólalásba a Veszprém és térségét szóba hozni, és elmondani azt, hogy mi hol is tartunk, és számot vetni a tisztelt ház előtt is akkor én nagyon sokszor szoktam az ellenzéki képviselőkkel is beszélgetni, és meg lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy, hogy mi nagyon rosszban vagyunk, nem, hát ők is, én azt gondolom, hogy biztos, hogy jót szeretnének tenni, csak más az út, amit mi, mi ők megmutatták, hogy 2002 és 10 között hogyan járják, szerintem az egy nem jó út, de attól meg lehet, hogy jó ember, sőt én azt gondolom, hogy ők is jót akartak, csak rossz úton haladtak. Befejezésül engedje meg egy olyan kérdést, amelyikre nagy valószínűsége nem készült föl. Mi lenne akkor, ha most helyet cserélnénk, és akkor Ovádi Pétert, Ovádi Péter kérdezné meg arról, hogy mi az, amit kérdezne magától? Nagyon nehéz, mert pont tegnap volt egy olyan esemény, amikor nekem kellett kérdeznem, és a kérdezés, az, a kérdezés az mindig sokkal nehezebb, sokkal könnyebb válaszolni egy-egy kérdésre, ezért olyan jókat tettél fel, szerkesztő úr, hogy én nem tudnék már magamtól már, már mit kérdezni, hiszen minden megkérdezte, amire én is kíváncsi lettem. Egy politikustól ilyen válasz volt várható. Hölgyeim és Uraim, köszönöm egyrészt Továdi Péter képviselő úrnak, hogy vendégünk lehetett, köszönöm szépen a meghívást, illetve önöknek köszönöm megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is búcsúzom, további kellemes tévézést kívánok.